Sziasztok srácok, eljöttünk a Royal Szabival egy visszakihívásos hamburger kihívásra. Reggel 9-kor szólt a Szabi, hogy figyelj már, itt konkrétan ahol lak, a srácok, a Firko Burgeres srácok visszahívtak minket, hogy csináljuk meg náluk a visszavágót. És mondom, Szabi, 9 óra van. 9 óra van. Reggel 9 óra van. Elfelejtettem szólni az időpontról neki. És egy darab hamburgert engedhetek meg magamnak. Ez az egy darab hamburger. Úgyhogy te akartál hamburger kihívást csinálni. Sőt, jó, de azt hittem, hogy valamilyen olyan figyelj. Feltételekkel csináljuk meg, hogy én nyerjek. De hát ezek instannén mosogatok. Ezek olyan feltételek, hopp ki is esetén paradicsomodok. Nosságok, indulhat a harc. Stopper. Stopper indul. Cheers. Hogy lehet elkezdeni? Hát így. Te ez kb. Fél kiló már, csak az én hús. Nem elterítőttél már három halapásként. De még semmi, mert az alján van. Négy darab csirkemell, plusz két hús. Az emberek egyébként tényleg furcsán néznek, hogy sétálnak, és nem érti. Nem hiszem, tényleg néznek az emberek, hogy mi a fasz csinálom. Egy sima burgert szeretnék. Hat lett, maradhat? Na. Két-egy kilósra, két-két kilósra. Na, én 70 vagyok. Jó, bocsánat. Ezek a heti fel. Ezt látjátok, gyerekek? Füstölök. Csávó, nézd be. Mi? Lehúzza a szemüvegét, hogy mi történt. Nem egyszerű, gyerekek. Én most a csirkemet legyilkolászom, és közben ezeket a buci darabokat próbálom, amit szétszedtem, hogy itt könnyebb, kisebbnek tűnjön. De most egyébként nem tudom, felfogta, de hogy ez egy verseny, tehát hogy nem tudom. Próbálok versenyezni, csak én most azzal köszöntök, hogy nem halljak meg. Én most úgy érzem, hogy ilyen 40-50%-os elterítettségben vagyok. Percbe is ott jártok. Én meg... Igen? Az vagyunk percbe? Nézzük rá, mit 40 percbe biztos jobb jártok. De azt mondom, 40-50%-os elterítettség, én 110%-on vagyok. Te akartad a kihívást, mondtad, hogy csináljunk egy kihívást, itt vagyunk, a srácok mondták, hogy jöjjünk ide megcsinálni egy kihívást. Egyértelmű, tehát ez dupla, ez olyan dupla vagy semmi. Hát de ez dupla. Vagy semmi. Jó, az utolsó falatokat, a tisztelet falatokat teszem meg, a zöldség felé. De hogy mit lenni tenni? Tudod nagyon jól, hogy mennyit tudok inni. És tudod nagyon jól, hogy két óra múlva megint éhes leszek. Egy medvét! Esküsztem Dezső Bencétől kérünk egy medvét Romániában. És csinálok egy medvével hamburger elő versenyt. Szabi felajánlotta, hogyha megesztek egy 2,5 kilós hamburger, és a srácok dokumentálják ezt, akkor a Szabi fizeti nektek a következő ugyanolyat. Sőt, nem ugyanolyat, azt az egész cenket, ezt fizetem. Tehát állom akkor a kajátokat, de ilyet megesztek. De azt vágod, hogy nekik azért lesz ilyen, hogy bejönnek és esznek egy nagy hamburger. És igen, utána, nekik lesz a hamburger. Igen, és hogyha egy olyan belül megeszik, akkor utána ingyen van minden, üdítővel, mokrival. Na, én azt mondom, hogy a telefonod is ízléses, de? Én azt mondom, hogy mérjük le, itt a mérlegünk. Mérjük le, hogy az enyém mennyi, és a tiéd mennyi. A sültrumpi hol van? Tehát az enyém... Júj! Majdnem 2 kilót megettem. Majdnem 2 kilót megettem. 7,3 deka. Júj. Akkor jön a tiéd. Ami egy felső szint eltűnt csak. 1 kiló tettél meg? Egy kiló. Nem tűnt annyira, hogy te megeszel annyit. Akkor a teteje csak 1 kiló volt, Szabi. Az 3 hús volt. Tényleg 1 kiló.
Meg még a sült krumpli. Oké, a helyszín úgy néz ki, mint egy csapatér, hát egy brutális. De amikor ti jöttök, már nem jól fog kinézni. Hát srácok, akkor ez 2-0. Ez a visszahívás is úgy végződött, ahogy gondoltuk, hogy végződni fog nekem. Ígérd meg, hogy legközelebb tényleg lehetnék. Jó, legközelebb te találhatod ki a kaja kihívásnak a tárgyát, jó? Jó. De akkor te szervezed le. Akkor a következő kaja kihívást te szervezed. Én pedig kíváncsi leszek, hogy mi lesz az. Ja, hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot. Reméljük, hogy nevettetek. Nevettetek? Ha nem, akkor is nevessenek. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Can we do more kazoo?